Sziasztok! Ma egy stefániát fogok csinálni. Ez benne 600 g hús, körülbelül fél kilónyi cukkini, lesózva, lereszelve. Meghámoztam, mert ezt sajnos nem sikerült biocukkinit venni. A héját azt levágtam, biztos, ami biztos. Lesz benne 100 g zappehely, két fej vöröshagyma, 3 fokhagyma, két tojás, fűszerezés, köménymag, piros paprika, bors és só. Hát első lépésben, ugyebár lereszeltem a cukkinit, mert ennek állni kell hagyni, egy kicsit levet engedni, hogy a levét ki tudjam nyomni. Nem kell mindent 100%-ig, ez körülbelül egy olyan 5 perces mutatvány. Míg elkészülök ezeknek a megdínsztelésével, illetve az appely megpirításával, addigra ez pont elegendő levet fog ereszteni, tehát kinyomkodom és ráteszem majd a húsra. Az aprihet és a hagymát is ebbe az aprítóba majd össze fogom aprítani, és utána mutatom, hogy hogyan állítom össze én a stefániát, a maradék stefániából pedig majd hát a stefánia húsból, meg majd fasírtot csinálok. Első lépésben ugyebár összeszeleteljük a hagymát. Ezt nem kell nagyon túl gondolni, úgyis belekerül az aprítóba, tényleg csak azért, hogy könnyedén üvegesen lehessen párolni, egy kicsit összevágjuk. Mivel az aprító maradékot úgyis meg fogja csinálni, ez tényleg egy viszonylag egyszerű mutatvány. Egységesen fogja az aprító darálni. Tehát a másik fejet is. És el kell kezdeni utána dinsztelni. A dinsztelés ideje alatt én kikapcsolom a kamerát, hogy a sercegés, hogy minden egyébet azért ne halljátok. Annyira nem jó a hangrögzítő része a kamerámnak, de utána természetesen, amikor az appelyet belerakom, akkor jelentkezek újra, és mutatom, hogy hogyan kell, mit kell csinálni az appelyet hogyan kell megpirítani. Az se egy nagy tudomány, ki se kell mosni ezt az edényt, kivesszük a hagymát, beletesszük az aprítóba, és már a megmaradt zsiradékkal együtt a az apely az úgyis föl fogja venni, a hagymának a bent lévő ízeit magába fogja szívni, és utána lehet nyugodtan pirítgatni az apelyet. Azt se kell sokáig, egy 5-10 percig, csak hogy éppen csak, hogy megkapja az íze, az apely szélét, külsejét, a hőmérséklet, kicsit karamellizálódjon, és akkor utána mehet minden majd bele a keverőtálba, és a keverőtálból meg majd szép lassan beleadagoljuk a őzgerinc formába, és ott majd megmutatom, hogy hogyan állítom össze, hány fokon sütöm, milyen hosszú ideig. Ez egy viszonylag gyors és egyszerű kaja. Tényleg a hagymával együtt, hát nem is tudom, szerintem az összes aprítással mindennel együtt olyan, hát maga a sütési idő miatt 2 óra, de inkább azt mondom 1 óra 40 perc. Mert 10 perc alatt össze lehet dobni az egész hozzávalókat, utána meg csak ki kell sütni, az a hosszadalmasabb, mert viszonylag alacsony hőmérsékletet. Én alacsony hőmérsékletet sütöm, hogy a zsírok jól át tudják járni a stefániát, a vízek minél kellemesebbek legyenek, és én csak ilyen 150 fokon szoktam sütni, ha nem sokára visszatérek. Karamellizálódott a hagyma. A fokhagymát egy kicsit később raktam bele, csak hogy meg ne égjen, mert még a vörös hagyma karamellizálódik, édeskés lesz, a fokhagyma megkeseredhet. Nem tudom, miért van ez így. Mikor ez így karamellizálódott, akkor simán csak az edényből átöntjük ebbe az aprítóba. Az aprítót majd utána bekapcsoljuk, de csak akkor, ha már lepirítottam magát az appelyhet is. Az se fontos, hogy tökéletesen kijöjjön az appelyhely. Fogom és egészet belerakom a serpenyőbe,
és hagyom, kicsit hagy járja át a melegség, hadd piruljon meg. Hogy is szoktam ilyenkor ilyen, hát ezen 9 fokozat vagy 8-as fokozatra állítani, és hagyom, hogy piruljon az appehely, az körülbelül 4-5 perc, utána beleöntöm ezt ide, az appehelyet a hagymára, összeaprítom, és megy mind a kettő a húsra így együtt. Szerintem ezt körülbelül mondom, 2-3 perc múlva visszatérünk, összeaprítom, belerakok, mindent összekészítek, és fűszerezésre jövünk vissza. El is érkeztünk a végső fázishoz. Összekevertem a 600 g húst a lereszelt, lesózott, nedvétől megszabadított cukkinit, az összeaprított hagymát, megdinsztelt vörös és fokhagymát plusz a zappelyet, befűszereztem 2 teáskanálnyi köménymag, 3 teáskanálnyi piros paprika, 2-3 teáskanálnyi só, 1 fél teáskanálnyi fekete bors, ez az összes. Egy őszgerinc formát én kizsíroztam, és szénhidrát csökkentett kenyér morzsából ki, hát végül is raktam bele, azt raktam bele, és azt végül is így rá tapasztottam az oldalára. Ez azért lesz, mert nem ebbe fogom megsütni, hanem ezt majd megtöltöm, és ki fogom fordítani erre a sütőre itt. A megtöltés az viszonylag egyszerű, odafigyelve, hogy mindenhova jusson. Tehát elejére is egy ilyen bölcsőt csinálok a tojásoknak, és 6 fő tojás fog majd belekerülni. De közben arra is kell figyelni, hogy azért elegendő mennyiségű ilyen massza maradjon, mert a végén még azért be is kell fedni, és ahhoz azért kell legalább egy fél adag. Hát majd meglátjuk, mennyi és hogyan fog maradni. Azért bőven elegendő ez a 600 g, ez azért hús, meg a közel fél kiló cukkini, mert hogy most megszabadítottam víztől, nem tudom pontosan mennyi vizet vesztett. Hát szerintem azért egy jó 30%-át elveszített a tömegének. Most jönnek a tojások. Elméletileg elegendő az a tojás, amit főztem. 6 darab tojást főztem ebbe a méretbe. Ezt egy kicsit közelebb hozzuk. Így, és elméletileg még ő ide fog férni. Így. Bele nyomogatjuk egy kicsit ebbe a masszába. És most jön az, hogy hát beburkoljuk ezeket a valamiket, ezeket a ezt az egészet, de ez lesz majd az alja. Ha ezt most nem alakbarát módon csinálnám, akkor úgy csinálnám, hogy alapvetően szalonnát tennék körbe a, ebbe a őzgerinc formába, és a sajtok aljára, ahol most a sajtokat ide a tetejére végül is, ahogy lefordítom, ide, vagy a tojások tetejére sajtot tennék, sokkal-sokkal finomabb, és úgy csinálnám meg, hogy a szalonnáknak a légei kilógna, és visszafordítanám, sokkal-sokkal gusztusosabb, sokkal-sokkal finomabb, de kevésbé alakbarát. Bár mondjuk mostanában nem illik normit emlegetni ezen PC világban, de ő azt mondta, hogy a maga a szalonna az nem hízlal, hát azért én ezt annyira nem tudom alátámasztani, mert én bizony szeretem a szalonnát, és bizony-bizony rakódik rám a kiló, hogyha nagyon szalonnás ételeket eszek. Meg is töltöttem magát a gerincformát, őzgerincformát, most annyit csinálok csak, hogy így fogom, megfordítom, és kiemelem, ha reméljük ki is jön. Igen, kijön, látjátok, nagyon szép formátuma lett, szép, egyenletes, kicsit megigazítjuk. A maradék húsból csinálok egy kevés fasírtot ide mellé, csak hogy az is legyen.
és ezután 140-150 fok, én légkeveréssel szoktam csinálni, ezért csak 140 fokon légkeveréssel sütöm másfél órán keresztül, 1 óra 20 percnél általában rá szoktam kapcsolni a grill fokozatot. Nem tudom, elsőre szerintem nagyon gusztusos, majd próbáljátok ki, ha elkészült, jövünk vissza, és egy tálalással együtt megmutatom, hogy néz ki belülről. Elkészült a nagy mű, egy kis káposztasaláta és a Stefánia, alapvetően most már kihűlt, szerintem kettő együtt nagyon finom, meg is kóstolom. Ez a káposztasaláta igazából szerintem csak holnap lesz jó, de már most viszonylag összeértek az ízek, a Stefánia pedig látszik, hogy igazából próbálom mutatni, hogy van benne vannak cukkinik, az appehely és a hús nagyon jól, szaftosan összesült. Próbáljátok ki, ez szintén egy nem bonyolult étel. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, sziasztok!